Sziasztok! Na, egy kisebb kihagyás után gondoltam, hogy jóval minőségibb videókkal fogom folytatni a csatornámon a tartalomgyártást, és egy számomra nagyon kedves kis erősítő bemutatásával folytatnám, és megígérem, hogy ezek után már tényleg vonalerősítők jönnek, amiknek ugye az az ismérve, hogy kettő vagy három kimenetűsíteni is lehet őket alapból, mindenféle külső osztó nélkül. Ez a Cisco erősítő régebben Scientific Atlanta néven is futott, sőt azt hiszem ennek a belsején még az is van. Így néz ki belülről. Helyi tápos kivitel, úgyhogy könnyen meg tudom nektek mutatni az asztalon, és az élő videó varázsával be is fogom tudni nektek mutatni az állítását. Első blikre az ember azt gondolná, hogy három állítási lehetőség van összesen, de ez tévedés, hiszen ez a két kártya duplex filter, ami cserélhető, modulrendszerű, és itt középen egy viszirányos tilt kártya van, ami gyárilag bennük van, azokat nem is nagyon kell változtatni, mert minden egyéb ezzel a kis külső tasztatúrán végezhető, ami már utángyártottam, mint látjátok. Eredeti Cisco-t én még nem is láttam, vagy Scientific Atlantát, úgyhogy na, akkor adjunk neki áramot. A bekapcsolást az a kis zöld LED jelzi, amit nem tudom, hogy mennyire látszódik a felvételen. Oké, tehát zárjuk le a kimenetét, mert mérni csak úgy érdemes, hogyha illesztve vagyunk. És amint említettem, hogy az itthoni fejlesztéseknek hála, élő, telekomos jellel meg tudom nektek mutatni a beállítás folyamatát. Minden F csatlakozó legyen meghúzva, hogy ne szúrjál ki saját magaddal. És akkor a bejövő jelszint mérésével el is kezdjük a dolgot. Hát amint látjátok, a műszer alul 56-ot, fölül 51-et mutat. 20 decibeles mérőpontba mérek, én utálok fejbe számolni, aki ismer, az tudja, hogy én első dolgom az, hogy átállítom a műszeren a mérőpont kompenzációt, nekem előre be van állítva 20-as, 30-as és 0-as, és így rögtön azt a jelszintet látom, ami itt van. Persze a műszer továbbra is itt méri, de hozzáad 20-at, és azt jelzi ki, tehát onnan tudom, hogy itt a bejövő kábelen mekkora jelszint. Így már látom, hogy 76-71 van, hát ez egy erősítő szintezéséhez éppen, hogy elég, de hát ennél rosszabb sose legyen, azt kívánom mindenkinek. És akkor a szintezés első lépéseként ugye be kell állítani a bejövő tiltet, ami jelen esetben 4,8, tehát 5. Ehhez csatlakoztatni kell ezt a picike kis jackdugós tasztatúrát, ami az első menüpontba lépve rögtön azt mutatja, hogy hogy van konfigurálva az erősítő. Előre és viszirányban. És ebbe van beleszólásunk is, és én mondtam is a szintezés elmélete videóban, hogy mindig az alacsonyabb erősítésbe kezdjük el beállítani az erősítőt, hogy ne roncsuk el véletlenül egy fejszámolási hiba miatt a első fokozat előtt a jelzaj viszonyt. Itt a nyilakból a fölle jobbra-balra nyilat kell csak használni, a jobb oldali nyíl ment, az összes többi nem kell ehhez az erősítőnek a beállításához. Tehát, ha én most belemegyek a egyes menüpontba, tehát az egyes, látszik, hogy 38, én akkor ezt átállítom 28-ra,
és amit még lehet itt állítani, az előre iránynak a frekvencia menetét, amit lehet változtatni 1 GHz és 862 MHz között, és mivel a műszeren látjátok, hogy én 800-as rendszeren vagyok, ezért ez marad 800-asba, viszirányba csak annyit mutat, hogy 25 decibelt erősít, abban nem lehet belépni, nem lehet állítani a viszirányos erősítését, se kikapcsolni. Na jó, tehát akkor 2-es menüpont, előre irány, és rögtön a bemeneti equalizerrel indít, tehát tök logikusan van felépítve, ugye látjuk, hogy 4,6, bocsánat, bele kell lépni, és fél decibelenként lehet állítani. A precízek kedvéért 4,6-ot én 5-re állítom, de hogy ezt le tudjuk ellenőrizni, hogy valóban kiegyenesedette a második fokozat előtt az átvitel, ezért ilyenkor érdemes átdugni a mérőzsinort a kimenetbe, és itt a felső mérőpontot kell használni, az alsó mérőpont az látszódik, hogy egy kimenet felől iránycsatolt mérőpont, kimenet felől érkező rövid hullámú zavaroknak a beazonosításába segít. És ezt úgy érdemes csinálni, hogy a interstage equalizert nullára kell állítani, és akkor a kimeneten már nullás átvitelt kéne, hogy lássunk. És látszik, hogy ez még nem igazán nullás, tehát nem tudtuk még egyenesre állítani, és ez azért van, ugye, mert a 862 MHz-es tiltnek az alsó forgáspontja az a 85 MHz, én pedig 258 MHz-en mérek, tehát itt nem tud akkorát tiltezni az erősítő, amennyit beállítasz, tehát az input EQ-t még följebb kell vinni, és a legprecízebb beállítás, ha most a műszert figyeled, és addig állítod az equalizert, amíg a tilted nulla nem lesz, vagy nulla közeli. Tehát most tökéletesen nulla lett egy 7-es beállítással. Ezt leokézom, tehát most már tudom, hogy a szintezés elméletének az első részének megfeleltem, az első fokozat előtt nullás az átvitel, és akkor most be is állíthatom a kimeneti dőlést. Ezeket általában csillagpontos erősítőbe szokták szerelni, tehát itt ilyen 6-os, 7-es tiltet kell beállítani. Megint inkább a műszert figyelem, és addig emelem a tiltet, amíg meg nem lesz ez a 6-os érték. Megvan. Hát ezt egy 10-es beállítással értem el, leokézom, oké. Okay. És a UPC-nél volt egy szintezési utasítás, ami arról szólt, hogy a két fokozat közé interstage fokozatba fix 4 decibeles csillapítást kell betenni. Minden erősítőnél, ami 40 alatt tud erősíteni. Tehát igazából csak a Technetics erősítő a kivétel. Interstage-be beraktuk a 4 decibelt, leokézom, és akkor most jön az erősítő kimenetének a beállítása, a kimeneti jelszín beállítása a bemeneti csillapító állításával. Ugye ezek az erősítők 104 decibelen szoktak járni a dobozba, tehát ki kell vennem az összes csillapítást, és mivel még csak 93 decibelen jár az erősítő, én már látom is, hogy hiába veszem ki a két fokozat közül a csillapítót, még így sem fogom elérni a 104-et, de ez most megtörtént, még mindig csak 98-on jár, tehát ebben az esetben van az, hogy biztosan a nagyobbik erősítésbe kell rakni a konfigurációt, tehát nem 28-ba, hanem 38-ba, és már rögtön 108-ra fel is ugrott a jelszint, tehát most jön az, hogy a két fokozat közé be kell rakni fixen 4 decibeles csillapítást, és hogyha kell rajta még állítani, de úgy látom, hogy már nem kell, akkor kéne ugye a bemeneti csillapítót állítani. Input attennek hívja ő ezt, de ez most így marad. Tehát abba a bemeneti 71 decibeles jelbe, amire emlékeztek, már nem csillapítunk bele feleslegesen az első fokozat előtt, ezzel vigyázzunk a jelzaj viszonyra. Na nézzük a viszirányt.
mérőzsinór marad ugyanazon a mérőponton. Nekem a műszerbeállításom miatt nullára kell állítanom a viszirányt, mert vettem föl referenciát, és amint látjátok, a referencia nevében még azt is elmentettem, hogy 20 decibeles mérőpontba vettem föl, és ott is használtam a 20 decibeles mérőpont kompenzációt, tehát innentől, ha 20-as erősítőben mérek, akkor 20-as kompenzációval nullára kell állítanom, hogyha 30-as mérőpontban mérek, akkor csak simán az erő, a műszernek a kompenzációját kell átállítanom 30-ra, és ott is nullára kell állítanom a sweepet. No, akkor megyünk a reverse beállításba. Na, ez egy tipikusan rosszul beállított erősítő, ugyanis az is egy aranyszabály, vagy ökölszabály, hogy az első fokozat előtt nem csillapítunk már bele a viszirányba, tehát innen ki kell venni az összes csillapítást. Tehát viszirányban az erősítő után csillapítunk, amennyiben erre van lehetőség. De itt is először az equalizert kell beállítani. Látszik, hogy van benne egy 2 decibeles dőlés. Úgyhogy beállítunk 2-t. De itt is szintén szűkebb sávban mérek, mert csak 42 MHz-nyi távolság van a két mért értékem között, tehát itt sem csak 2-re kell állítani a műszeren, hanem mindjárt meglátjátok, hogy mennyin. 0,3. Hát fél dB, nem dB. Oké, tehát egy 5-ös beállítással eljutottunk ide, leokézom, és akkor az output atten, tehát a kimeneti csillapításba ugrok bele, és ahhoz kell 6 decibelt hozzátolni a műszer szerint, és ez nagyjából teljesült is. Na most úgy látom, hogy egy picit túl fordult a tilt, úgyhogy abból egy kicsit kiveszünk. Úgyhogy nagyjából nullás legyen. Jó, tehát ez így már szinte tökéletes. Oké. Amit még a tasztatúrával meg lehet tenni, hogy ki lehet másolni a paramétereket, hogyha két erősítő például egymás melletti csillapontos dobozban van ugyanolyan típusú, és ugyanolyan a bejövő jelszintje is, akkor csak simán ki tudod másolni a jelszinteket, és áttölteni abba, és még meg lehet nézni az erősítőnek az életkorát, a típus számát, hogy mióta van bekapcsolva, és ilyen nyalámságokat, meg ugye a szoftverét a tasztatúrának is, vagy a terminálnak, ő így hívja, meg annak a szériaszámát. Ennyire egyszerű ennek az erősítőnek a beállítása. Amit még meg akarok nektek mutatni, miért fontos a 75 ohmos illesztés? Egy szkenábrával tökéletesen meg tudom mutatni, hogy itt viszonylag gyönyörű szép az átvitel, de ha lecsavarom a kimeneti 75 ohmos impedanciát, akkor teljesen torz képet kapsz, és meghamisítod a mérést is, és tehát így nem szabad állítgatni semmit, hogyha nincs impedancia illesztve. Ez az egyik, amit mutatni akartam, és még amiért hatalmas kedvencem ez az erősítő, az az, hogy a Scientific Atlanta mérnökei gondoltak arra is, hogyha túl közel lennénk egy vonalerősítőhöz, és még az UHF magasabb jelszinttel érkezik be a bemenetre, mint a VHF, akkor ugye kábel szimulátort kéne használni, ami egy fordított tiltkártyaként működik, és ezt is szoftveresen megoldották. Tehát a bemeneti equalizert, hogyha leviszem nullára, akkor el tudom vinni ezek után mínusz irányba, és hogyha műszert figyelitek, akkor látszik, hogy most a teteje csillapodik. Tehát ez a bemeneti equalizer is 9 decibelnyi dőlést lehet neki adni. Tehát emiatt ez egy szuper jól állítható erősítő, és nagyon kedvelem. Hát köszönöm szépen a figyelmet, a következőkben már a vonalerősítők szintezését fogom bemutatni,
és a szintezési különbségeket mondjuk a Vodafone és a Telekom hálózata között, amikre érdemes odafigyelni, és ha valaki mind a kettőn dolgozik, akkor nagyon fejben kell lenni, hogy mit hogy állít be. Ha bármi kérdésetek van, a komment szekcióba tegyétek fel nyugodtan. Sziasztok!